Sziasztok, és köszöntelek titeket újra a Zsebibogyó csatornán. Ebben a videóban stria eltüntetésről fogunk beszélni. Ez lehet, hogy sokak számára egy várva várt videó, ugyanis körülbelül 3 hete Instagramon volt kérdezfelelek, és valaki megkérdezte, hogy striákra mit ajánlok, milyen eszenciális olajokat, milyen technikákat, stb. És én mondtam, vagyis nem mondtam, hanem megmutattam a képet, hogy nekem hogy nézett ki a hasam szülés után, és milyen most. És nagyon sokan írtatok, hogy titeket ez érdekel, hogy hogyan csináltam, és mi a titkom, és miket használtam, és úgy gondoltam, hogy erről inkább csinálok egy videót, hiszen is sokkal egyszerűbb megmutatni, hogy miket használtam. Azt tudni kell, így előjáróban, hogy nekem tényleg sehol itt oldal, combomon, seggemen, hasamon nem lett stria. Használtam, amit a Zsebi Baba csatornámon videóban megmutattam, milyen pocakolajat, pocakrémet napi szinten kentem a várandóság alatt, és nem is lett sehol sem striám. Viszont a 37. héttől a 41. hétig, ugyanis Maja 41 plusz 1 napra született, nagyon-nagyon megrepett elől a hasam. Ez tényleg 3-3,5 hét leforgás alatt történt, a Maja egyszerűen 1 kilót hízott ez alatt a 3-3,5 hét alatt, ide előre csúcsosodott a hasam, mint egy hordó, és nem csúcsosodott, hanem mint egy gömb, egy hordó, így nyomott ki a köldökömnél, feszült, és napi szinten éreztem, hogy tényleg feszül, és ott szakad el szabályosan a bőröm. És ez is történt, ott 4-5 csíkba a köldököm fölött és alatt megrepett a bőr, és hiába kentem napi szinten, szerintem 3-szor olajjal, viszketet, fájt, de egyszerűen nem tudott ennek ellenállni, hogy akkora nyomás érte, ahogy a Maja nőtt, és ez ilyen gyorsan történt. Úgyhogy igazából szülés után egy ilyen lila, mély, striás hasam lett, és hát nekem semmi bajom a striákkal egyébként, nem is zavarna annyira, de az, hogy ilyen sötét volt, lila volt, és az, hogy a hasamon volt, a köldököm körül, ez az, ami zavart, ugyanis én nagyon szeretem, ahogy a hasam kinézett, nagyon szeretem a köldökömet, és nagyon szeretek 2 részes fürdőruhát hordani, hú, de kisütött a nap, remélem azért nem leszek túl fehér. Nagyon szeretek 2 részes fürdőruhát hordani, és hiába mondták nekem, hogy jaj, majd hordhatok 1 részes fürdőruhát, egyrészt nincs olyan 1 részes fürdőruha, amiben én beleférek, ugyanis nagyon magas a felsőtestem, illetve nem szeretnék 1 részes fürdőruhát hordani, és nagyon szerettem volna eltüntetni ezeket a striákat. Amit sokan lehet, hogy nem tudtok, az az, hogy nekem van egy kozmetikai akupunktúrás képesítésem, amit még Angliában szereztem a tanulmányaim után, és itt tanultunk rengeteg minden megoldást, ugye ráncok feltöltésére, fiatalításra, stria eltüntetésére, cellulitis, narancsbőr, bőrfiatalítás és hasonló dolgokat kínai orvoslással, és hát ez jutott eszembe, írtam is a professzoromnak, akivel végeztem a továbbképzést, neki amúgy van egy cége, White Lotus néven Angliában, ami mindenféle ilyen kozmetikai akupunktúrás dolgokkal foglalkozik, és írtam neki, hogy ezt akkor lehetne, küldtem egy képet használni a hasamra, és mondta, hogy persze, ahogy tanultuk, alkalmazzam. És hát igazából ez az egyik nagy titok, hogy egy derma rollert használtam. Ez egy végül is kis roller, amin akupunktúrás tűk vannak, ez 1,5 mm-es, és ez egy invazív beavatkozás, tehát azt jelenti, hogy ezek a kis tűk valamilyen szinten a bőrbe süppednek, és ezáltal ugye a kollagén képződést serkentik, és segíthetnek, ugye, ahogy, hogyha például ráncokon húzogatjuk, vagy például egy ilyen mély strián, ugye ott a kollagén termelés serkentik, és szépen így a stria kivilágosodik, begyógyul valamilyen szinten, és eltűnik egy idő után. Úgyhogy ezt kezdtem el használni, majd a technikát, meg hol lehet ezt venni, mindjárt elmondom. Igazából ezt használtam, van nekik egy olajuk is, ez striára van kimondottan, és
cellulitis narancsbőrre magyarul, és ezt használtam, és ebbe raktam én a saját doTERRA-s olajaimat, ami pedig levendula volt és citrom, ez mind gyulladáscsökkentő, heghalványító, striahalványító, tehát citrom és levendula, és használtam frankincense-t, ami tömjén, és nerolit olajat, a frankincense és a tömjén és a neroli, annak van egy érzelmi hatása is, amellett, hogy ugyanúgy segíti a kollagén termelést, sebet gyógyít, egy ilyen megbékélés, stresszcsökkentés, szívcsakrával való kapcsolat, hogy nyugodjak meg, fogadjam el, és ne legyek mérges a testemmel, stb. És ezeket az olajokat használtam, tisztis cseppet raktam mindegyikből 30 ml-es kis flakonba. Amikor elfogyott ez a flakonom, akkor pedig sima argan olajat használtam a 6. hónapig, és akkor mutatom is a képet, hogy hogy nézett ki. 6 hónap körül én azt mondom, hogy már olyan 60-70%-os volt a javulás, és akkor ezután, mivel akkor volt kb. A Covid, és nem tudtam Angliából rendelni, vettem a Gabriela, a Móris Gabrielánál láttam a Tindigo olajat, ami amúgy egy magyar gyártmány, és ez pont ilyen repedezett, problémás bőrre ajánlott, nagyon jó összetevői vannak, úgyhogy vettem egy ilyen olajat, és ezt kentem rá a 6. hónaptól, és ugyanúgy ezzel a dermarollerrel folytattam, és az adta meg mondjuk a 60%-tól ezt a 80-90%-ig való javulást, és igazából most is stagnál, tehát most tartok olyan 14 hónapnál, 14 hónap kezelés, és azt mondom, hogy 90%-on van. Most talán egy kicsit jobban látszik, mert ugye kisütött a nap, és lebarnultam, és ott nagyon halványan a hasam körül látszik, hogy ott van egy nagyon vékony pár kis fehércsik, de hát tényleg ahhoz képest, ahogy kinézett, én azt mondom, hogy ez semmi. Még folytatom egy kis ideig, hogy meglássuk, hogy hogyan javul. Tehát igazából ennyi volt az egész. Amit a dermarollerről tudni kell, az az, hogy ezt 14 naponta kell használni. Nem kell gyakrabban, mert a kollagén megújulásának a ciklusa, a cycle-je, ez talán ciklus magyarul, az 14 nap. Tehát felesleges naponta kezelgetni, 2 hetente elég. A legfontosabb az, hogy letisztítjük a felületet, tehát ne legyünk koszosak, izzadtak, stb. Rakjuk rá az olajat, amit használni szeretnénk. Legyen az a White Lotus olaja, doTERRA-s eszenciális olajakkal, legyen az a Tindigo olaja, rárakjuk és elkezdjük szépen bedolgozni. Én majd ide bevágok egy videót, apukám felvette, hogy a hasamat kezelem, de igazából az a lényege, hogy mindig a jobb oldalon kezdjük, tehát stria bárhol lehet, az lehet egy oldalt, nekem ugye most elég speciális, hogy a köldököm körül van, de kezdhetjük lehet az oldalunkon, a seggünkön, bárhol, tehát az a lényeg, hogyha mondjuk ezen a felületen stria van, akkor mindig a felület jobb oldalán kezdjük, és felfelé, illetve oldalra. Tehát most nekem a köldökömnél, ha jobb oldalon kezdek, akkor felfele és jobb oldalra ki, majd bal oldalon is felfele és bal oldalra ki, szépen görgetjük, ilyen mutatom a mozdulatokat, tehát utána felkapjuk végül is, így fölfele görgetjük, és így érezni fogjuk, egy idő után kipirosodik. 15-20 görgetésnél egy felületcsíkon felesleges többet, mert ha tovább csináljuk, nem lesz jobb az eredmény, tehát 15-20-szor kell átgörgetni, fölfele is, majd oldalas irányba is 15-20-szor átgörgetjük, és ennyi. Tehát ez körülbelül attól függően, hogy mekkora területen vannak a striáink, egy 1-2 perces feladat. Ami nagyon fontos, az, hogy legyen valamilyen alkoholos spraynk, ezüstoldatos spraynk hozzá, ugyanis ezek a tűk ugye belemennek a testünkbe. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt minden használat előtt és után lefertőtlenítsük. Nem lesz véres, ez nem hatol olyan mélyre, hogy vér jöjjön ki, de akkor is azért a higiéniára oda kell figyelnünk, illetve az, hogy kérlek titeket, ha tényleg eldöntitek, hogy vesztek egy dermarollert,
ne vegyetek Wishről, ne vegyetek innen-onnan, nem tudom milyen kínai weboldalakról. Ez egy akupunktőr vagyok, ez tényleg az én szakmám, ezt tudom. Ez egy invazív beavatkozás, tehát mint mondtam, a tű hiába csak másfél milliméterre, de a bőrbe hatol. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy jó minőségű, higiénikus dermarollerünk legyen. Ne ezzel spóroljatok 5000 forintot, hogy most a Wishről olcsóbb, ami nem tudom milyen csomagolásba honnan jön. Ennek egy steril dolognak kell lenni, amit csak te használsz, nem adod oda másnak, hiszen ez a te tested, te testnedved, te véred. Csak te használhatod, neked kell előtte, utána egy sprével lefertőtleníteni, mielőtt használod, hogy tényleg higiénikus legyen, és csak a te testeden. Azt mindegy, hogy a testeden hol használod, de csak te használd, megbízható forrásból jöjjön. Természetesen én a videó alá belinkelem, én csak is a White Lotus termékeket ajánlom, mert ismerem a tulajdonosokat, a tanárom volt, az Antoni, szuperek a termékeik, tehát én tőlük veszek mindent, és a klinikámon is ezt adom el, és ezt használom, mert nagyon jó minőségűek. Egy linket benn hagyok, hogy ez pontosan melyik roller, mert többféle roller van, mert sebre, szépítkezésre, más rollerek kellenek. Tehát ezt ott megtaláljátok, ha ilyen White Lotus-os striolajat szeretnétek, ezt is belinkelem. A doTERRÁS eszenciális olajokat is belinkelem, hogy hogyan lehet megrendelni, mint mondtam, citrom, levendula, mindig azt akarom mondani, frankincense, ami tömjén magyarul, és neroli olajat használtam. A tindigo olajat is belinkelem, ezt Magyarországon nagyon könnyű beszerezni, van szépségreceptek.hu weboldal, azt hiszem. Írtam nekik, hogy adnak-e egy kedvezményes kódot nektek, úgyhogy ha kapok egy kódot, azt ide kiírom, vagy alulra belinkelem, és akkor tudtok ilyen olajat kedvezményesen venni. És úgy gondoltam, hogy akkor pár ilyen gyakori kérdést, ami feljöhet ezzel a kezeléssel kapcsolatban. Ugye, mint mondtam, 2 hetente kell használni, olajjal használjuk, tehát semmiképpen nem száraz bőrön, megtisztított bőrön, olajjal. Biztos, hogy nagyon sokan meg fogjátok kérdezni, bocsánat, olyan gyorsan beszélek, hogyha nem friss a stria, működik-e. Mi kozmetikai akupunktúra képzésen azt tanultuk, hogyha 5 éven aluli a stria, akkor még nagyon jól működik. Természetesen minél frissebb, tehát ha még 1-2 éve alakult ki ez a stria, csodaszépen fog működni, hiszen akkor még tényleg a kollagént nagyon jól meg lehet újítani. Ha 3-4-5 éves, még azt mondom, hogy biztos, hogy lesz eredményetek, ha nem is 90 vagy 100%-os, de halványulni fog. Ha azért már 5 évnél idősebb a probléma, a stria, akkor meg lehet próbálni, de nem tudok, és se én, meg szerintem senki olyan eredményt garantálni, mint amilyen nekem volt. Természetesen a táplálkozás, a hidratáltság, a szépségáp, a bőrápolása az ugyanolyan fontos, tehát ezért használjuk mindenképpen valamilyen jó minőségű olajat, amikor kezeljük, illetve a napokban utána is, hogy segítse tényleg ennek a bőrnek a kollagénképződését, a seb begyógyulását, halványítását. Tehát én azért szeretem ezt, hogy használunk eszenciális olajakat vele, vagy használjuk ezt a bőrmegújító olajat, hogy tényleg utána szépen gyógyuljon. Tehát az, hogy egyszer beolajozzuk a striát, és megkezeljük 14 naponta, ez is segít. Szerintem itt amúgy ebben az egész kombinációban a legfontosabb az a dermaroller. Tehát, hogyha valamit vesztek, egy dolgot, akkor az legyen egy dermaroller, meg egy fertőtlenítőszer, és hogyha otthon olívaolajjal kezelitek, még mindig fogtok hatást elérni. A következő lépés az, hogy hozzáadtok ilyen jó olajokat, amiket említettem, aminek tényleg ez a bőrmegújító, gyógyító hatása van, hogy szépen begyógyuljon, kivilágosodjon. Tehát igazából ennyi a trükk.
Mint mondtam, biztos, hogy használ, hogyha nem is két hete szültetek, és két hetesek a striák, tehát ki lehet próbálni. Ezzel a témával kapcsolatban most ennyi jutott eszembe, ha tényleg bármi más kérdésetek van, akkor feltehetitek a komment szekcióban, illetve érdekelne így a jövőre nézve, hogy érdekel-e valakit ebben a témakörben, kozmetikai akupunktúra témakörben, mondjuk videó vagy oktató anyag, hiszen most teljesen fel vagyok villanyozva, hogy ez ennyire jól működik, és tényleg ennyi mindent el lehet érni. Én évek óta használok, más videómban láttátok guasát, vagy egy ilyen rollert, ami nem akupunktúrás tűből van, hanem mondjuk kristályokból, a bőr megújítására, illetve hogy feszes legyen és szép, tehát gondolkozom, hogy a jövőben csinálok majd ezekről is videót, de tényleg engem érdekel mások véleménye, hogy ez érdekel-e valakit vagy nem, úgyhogy ezt is megírhatjátok a komment szekcióban, és tényleg kérdésetek van, tegyétek fel, amint tudok, ha nem tudok rögtön válaszolni, az nem azt jelenti, hogy soha nem fogok válaszolni, de ugye van egy kicsi 14 hónapos Majám. És igen, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem hasznosnak találjátok. Linkeket, minden ott lesz, amiről meséltem, be lesz linkelve a videó alá, úgyhogy kérlek, ne tegyétek fel 15-en, mint a fekete szappannál. Ezzel röhögök évek óta, hogy az összes takarítós videóm alá be van linkelve a fekete szappan linkje, és minden második kérdés az, hogy Zsófi, hol lehet kapni a fekete szappant? Ha nem tudod, hol van a videóbox, a videó leírása alá, amikor oda kattintasz, ott vannak ezek a linkek, amit általában minden videós oda berak. Szép napot nektek, sziasztok! Kis trapézgatyom van, kis trapézgatyom van, kis trapéz, kis trapéz, kis trapézgatyom van. Hú. Hurrah!